Elhúzódó megbeszélések és viták tarkították a szekszári közgyűlést, ami 3 órásnál is hosszabbra nyúlott. Mindez dacára nem szavazták meg a költségvetési rendelet tervezetét, ami a legfontosabb napirendi pont volt. Ezt a költségvetést hosszú időn keresztül egyeztettük, egyébként a költségvetést a hivatali dolgozók készítik, szakemberek, de egyeztetés valóban sok történt, és sajnos a ilyen Szekszárd frakció nem szavazta meg a szekszárdváros költségvetését, úgyhogy szekszárdvárosnak jelenleg nincs érvényes költségvetése. A frakcióvezető szerint ez egy kicsinyes bosszú része a sporttámogatás keretösszegének, köztük a Tarka SC Szekszárd javára tervezett támogatás eloszlása miatt. Ez azért jelent gondot, mert ettől kezdve a szekszárdváros nincs költségvetése, ez nem fedezi a béremeléseket, a működést kockáztatja. Tehát egyszerűen nem is értjük, hogy a város működést képtelenné teszik azért, mert egy kicsinyes bosszújukat nem szavazzuk meg, és ezzel zsarolják Szekszárdváros lakóit. Ez azért is probléma, mert így a város nem működhet biztonságosan, ráadásul a többi, a közgyűlésen egyhangulag megszavazott tervezetek sem léphetnek életbe, mint például a Babits Mihály Kulturális Központ nagy rendezvényeinek támogatásáról szóló. Kultúrás programok támogatását, ez külön napirend volt, ezt megszavaztuk, és a költségvetés erejéig, tehát amennyi a költségvetésben van, erre a keretre az erejéig, de hát ez se áll, mert a költségvetés nincs, úgyhogy jelenleg semmi sem működik. Tárgyaltak tovább a gyermekvédelemről, a településkép védelméről és az óvodák beiratkozási rendjéről is. A kérdés azonban továbbra is az, mikor születik végre döntés a költségvetésről.